Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Záhonyi gazdatüntetés. Tolna vármegyei mezőgazdasági termelők demonstráltak. Farsang. Jelmezbe öltöztek az alsós diákok Bonyhádon. A szerelem ünnepe. Valentinnapi szokások. Itt a Farsang. Játszóházzal és programokkal is várta az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ. Egész Európán végighullámoztak a gazdatüntetések. Február 9-én Záhonynál demonstráltak a magyar gazdák elégedetlenségüket jelezve a brüsszeli bürokraták döntései ellen. Az eseményen Tolna vármegyei mezőgazdasági termelők is részt vettek. Az egész kontinensen megjelenő gazdatüntetéseknek két fő oka van. Az első, hogy a brüsszeli bürokraták vámmentesen mennyiségi korlátozás nélkül engedik be az EU piacára az ukrán terményeket. A másik ok pedig, hogy az Unió egyre szigorúbb klímavédelmi intézkedéseket rendel el a mezőgazdasági termelőkkel szemben, ami tulajdonképpen nem az európai mezőgazdászoknak az érdekeit szolgálja, sokkal inkább az úgynevezett sötét-zöld klímaaktivistáknak az érdekeit szolgálja ki. Az országos demonstráción Tolna vármegye is jelen volt mezőgazdasági termelőivel. Az ország minden részéből érkeztek mezőgazdasági termelők, szántóföldi növénytermesztők, kertészek, állattenyésztők, méhészek. Több mint 1000 gazdálkodó vett részt a demonstráción, és hát rengeteg traktor. Én úgy ítéltem meg, hogy körülbelül ilyen 1,5 kilométeres hosszú sorban sorakoztak a traktorok a határtól az út mellett. Minél nagyobb területen folyik mezőgazdasági termelés, annál gazdaságosabban tud működni, ami nagyobb profitot jelent. Ukrajnával nem ugyanazon a pályán versenyzünk, mi Európai Uniós tagállamként szigorú növényvédelmi, állategészségügyi, klímavédelmi intézkedéseket kell, hogy betartsunk, szabályokat kell, hogy betartsunk. Ez ugye az ukrán termelőkre nem vonatkozik, és ami még hatalmas nagy előnyük, az, hogy nagyon nagyok a birtokméretek, tehát ott 300-350 ezer hektáros az átlag birtokméret, ugye Magyarországon pedig a családi gazdaságokra alapozott mezőgazdaság a mi formában működünk. 2022-ben az előző 4 év átlagához képest búzából 1600-szoros, kukoricából 100-szoros, napraforgóból 40-szeres mennyiség érkezett. Ezért volt fontos hazai hatáskörben tavaly lezárni az ukrán termékek elől a határainkat. A hagyományokhoz hülyen idén is megrendezte a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola a tanulók számára a farsangi rendezvényt. A gyerekek egyéni, illetve csoportos produkcióval készültek. A kisiskolások kedvenc mesehősükbe öltözve készültek a Bonyhádi Széchenyi István Általános Iskola aulájában szüleik és nagyszüleik kíséretében. Az intézmény vezetője elmondta, minden évben megszervezik a farsangi mulatságot a diákok számára. Lesz egy meglepetés ajándék a pedagógusok részéről, akik egy táncot fognak előadni. Ez a tánc a szorgos munkavilágáról fog szólni, természetesen némileg humoros, vicces formában. Lesz tombola sorsolás, és utána lesz egy olyan rész, amikor a gyerekek szabadon táncolhatnak. A kreatív, ötletes jelmezeket tapssal díjazták a felvonuláson, emellett a tanárok arra hívták fel a figyelmet, hogy a gyerekek szórakozzanak, játéknak tekintsék az eseményt. Az osztályok egy része közös, zenés, illetve táncos műsorral készült az osztályfőnökeik vezetésével. A szülői szervezet rendezi az egész programot. Ők gondoskodnak arról, hogy a büfé, a ruhatár és a jegyeladások megfelelően működjenek. Ezt ezúton is szeretném megköszönni nekik. És az elmúlt években az a tapasztalat, hogy nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Bízom benne, hogy így lesz az idei tanévben is. A farsang nem csak a tél előzésére szolgál, hanem fontos része a gyermekek életének, hiszen ilyenkor magukra öltetik a kedvenc mesebeli karakterüket, szuperhősüket vagy kedvenc állatuk jelmezét. Most rövid híreink következnek. Széleskörű társadalmi együttműködésben újult meg a KRESZ, tájékoztatott az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tárca kétnapos szakmai fórumon gyűjti össze a közúti közlekedésben résztvevők elvárásait, és tárja fel a fő problémaköröket.
A konferencián felmerült többek között a kijelölt gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele, valamint a jármű műszaki szabályok felülvizsgálatának és aktualizálásának kérdése. Szó esett arról is, hogy a közlekedésre való felkészítésben a gépjármű oktatás mellett nagyobb hangsúlyt kellene kapni a közlekedés oktatásnak már általános iskolákban. Benzinkúti igazoltatás során droggyanús anyagokat találtak egy 30 éves férfinél Szekszárdon. Az intézkedés során kiderült az is, hogy a férfinak nincs vezetői engedélye. Mikor ellenőrizték az adatait, látták, hogy a bíróság jogerősen eltiltotta őt a vezetéstől. A sofőrt őrizetbe vették, neki több bűncselekmény és szabálysértés miatt is felelnie kell majd. Minden évben február 14-én tartjuk a Valentin napot, azaz a szerelmesek ünnepét. Ezen az alkalmon a párok megajándékozzák egymást és kifejezik szeretetüket. A Valentin nap angol száz gyökerekkel rendelkezik. Az ünnep Magyarországon a 90-es évektől vált népszerűvé. Az alkalom kapcsán legtöbben a szerelmes párokra gondolnak, azonban vannak, akik a családtagjaiknak, gyermekeiknek is készülnek ajándékokkal. Hát, ha lehetséges, akkor valami édesség, sütemény, vagy egy kis rajz, kis szívecskék ugyanúgy kitenni az asztalra. És akkor ennyi, megünnepeljük egy kicsit azt a napot. Hát azt, hogy nem is a napot magát, hanem ezt a felfogást. A szokás szerint általában a férfiak lepik meg a nőket, azonban az erősebb nem képviselői közül is többen szívesen fogadnak ajándékokat. Szerintem úgy volna jogos kölcsönösen megajándékozni egymást, mink legalábbis úgy szoktuk. Sok virágárus számára ez az időszak megnövekedett forgalmat jelent. A legkelendőbb termékeknek ilyenkor többek között a rózsa, tulipán, narcisz vagy a jácint számítanak. Egyébként amúgy is szoktunk, de én most jelenleg nem várom a virágot. Abban a legtöbben egyetértettek, hogy nem csak Valentin alkalmából kéne szeretetünket kifejeznünk egymásnak, erre az év bármely napján lehetőségünk van. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Februártól rekordmagasra 20,6%-ra emelték a babakötvény éves kamatát, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebook oldalán. A családok már 350 ezer gyermeknek gyűjtenek megtakarítást babakötvényben, amelynek összege eléri a 310 milliárd forintot. Az értékpapír magas hozamot kínál, kamata az előző évi infláció plusz 3%, és az állam ehhez nyújt még további 10%, maximum 12 ezer forint támogatást is évente. A magyar lakosság döntő többsége védett a kanyarló ellen, mert vagy átesett a betegségen, vagy megkapta a védőoltást, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Magyarországon hazai eredetű kanyarló megbetegedés 2002 óta nem fordult elő, és az elmúlt 21 évben a behurcolt, illetve behurcolt fertőzéssel összefüggő esetből 81-et jelentettek. Bejutott a Futsal Magyar Kupa 4-es döntőjébe a Tolnamüzsi Futsal Sportegyesület női csapata. Revelan Zoltán gárdája a Dunaújvárost múlta felül a legutóbbi fordulóban. A párharc első mérkőzésén még januárban a tolnaiak 6-1-re nyertek idegenben, így jó helyzetből várták a visszavágót. A Tolna vármegyeiek hazai közönség előtt sem hibáztak, magabiztos 11-0-ás győzelemmel biztosították be pozíciójukat a budapesti Futsal Magyar Kupa Final Four-ban. Idén is színes programkínálattal készült a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ Farsang alkalmából. Interaktív bohóc műsor, néptánc produkció és többféle kézműves foglalkozás is várta a kicsiket és nagyokat. A Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ farsangi programmal készült a gyerekeknek. A rendezvényen számos, az ünnephez kapcsolódó foglalkozáson vehettek részt a látogatók, illetve fánkot is kóstolhattak. Itt február 11-én farsangi játszóházzal várjuk a kedves gyerekeket és szülőket. Most 10 órakor a Bartina gyermekfarsang produkciója következik majd, aztán 11 órától a Mesekocsi Színház zenés bohóc műsora következik, és mindez alatt pedig folyamatosan lehet kézműveskedni, állarcokat csinálni. Itt van velünk a Mentál műhely, itt van velünk a Foltvarró klub, és még sok önkéntes, akinél mindenféle szuper farsangi dolgot lehet csinálni, illetve meleg tával és fánk kóstolóval várjuk a családokat.
Számos szervezet biztosított kézműves és szórakoztató foglalkozásokat a gyermekek számára, ahol varhattak, arcmaszkot készíthettek, vagy akár megmérettethették magukat egy memóriajáték keretei közt. Minél kevesebbet kelljen varni, mert sajnos se tűbe fűzni nem tudnak, sem pedig csomót kötni, úgyhogy ez sokkal egyszerűbb feladat, hogyha egy ilyen rajzos, kivágós dolgot választunk. Mindenki nagyon előre készült, a többi társam is. Interaktív bohóc műsor is várta az embereket, ahol zenés, vidám köntösben vonták be a gyerekeket és felnőtteket a szórakozásba. A produkció az egy nagyon érdekes előadás lesz. Lesz egy bohóc műsor része, illetve a bohóc végig kíséri az egész eseményt, és lesz velünk Dalma, a dalénekes, illetve én fogok majd varázsolni. Úgyhogy lesz egy kis nevetés, bohóckodás, éneklés, mozgás és varázslat. A jelenlévők a Bartina Néptánc Egyesület két farsangi témájú produkcióját is megtekinthették. Regionális híreink következnek. Sakkdiák olimpia egyházas kozárban. 130 tanuló vett részt Baranya vármegyéből a megmérettetésen. Kolbászfesztivál. Több ezer ember csábítottak a finomságok Fonyódra. Jelmezesek, családok, mulatság. Farsang volt az alsómocsoláti idősek otthonában. Első alkalommal rendezték meg egyházas kozárban a Baranya vármegyei egyéni sakkdiák olimpiát. A megmérettetés megyei szinten zajlott. 130 tanuló vett részt a helyi általános iskolában megtartott szellemi sporton, hogy megmutassa tudását, logikai, stratégiai képességét. A győztesek bejutottak az országos döntőbe. Az iskola igazgatója kezdeményezte a sakkal való megismerkedést az egyházas kozár Bikali általános iskolában. Bevitte a gyerekeknek megmutatni, hogy felkeltse az érdeklődésüket a szellemi sport iránt. Egy helybeli testvérpár még a nagyapjától tanulta az első lépéseket. Mindez elég volt nekik ahhoz, hogy azóta rendszeres sakkozók legyenek. Most is részt vesznek az iskolában első alkalommal megrendezett sakkdiák olimpián. És akkor az iskolában már tanúra lett belőle, tehát az alsó tagozatban ott öttesi óra helyett csak négy van, és egy sakk. Tehát az alsósok alapból tanulnak sakkozni, mi felsősök pedig már csak szakkör alapon. És akkor, mikor megjött az igazgató, és ugye akkor én még alsós voltam, és nekem is volt tanúrám, akkor ment, és akkor motivált. Aztán egyre több edzésük lett. Azt mondja a fiatalabbik lány, hogy azért jó sakkozni, mert nyugodt és gondolkodtató tevékenység. Tavaly bejutott az országosba. Otthon sokat, mert a telefonon szoktunk sakkozni, és ott is néha vesztünk, néha nyerünk. A Baranya vármegyei egyéni sakkolimpiát egyházas kozárban rendezik meg. Eddig láncsók adott helyszínt a sportnak, azonban akkora az érdeklődés, hogy azóta kinőtték az ottani helyszínt, mondta Dan Dániel, az iskola igazgatója. Tavalyi és tavaly előtti években nagyon sok egyéni és csapatbajnoki címet szereztünk ezzel az iskolával, az egyházas kozár Bikali általános iskolával, és akkor így gondoltak ránk, hogy akkor megtisztelnek bennünket azzal, hogy mi rendezhessük meg ezt a versenyt. Ez egy egyéni verseny. A két kategóriában versenyeznek a gyerekek, egy értékszámos profi kategóriában és egy amatőr kategóriában, és hát ugye több mint 120 gyermek jött el kísérőkkel, tehát közel 300-an vagyunk most itt együtt ebben a tornateremben. Nagy dolog a település életében, hogy éppen ez az iskola rendezheti meg a sakkdiák olimpiát, mondta Kömüves József polgármester. A mi településünk viszonylag kicsit, tehát ilyen 700 fős településekről van szó, és azért, hogy egy megyei döntő van nálunk, hát ez azért nagyon fölértékeli az iskolánkat is, meg az a településeket is. Sok mindent csinálunk az iskolában, nagyon sok minden folyik, nagyon speciális dolgokat is csinálunk, itt a 3D nyomtatástól kezdve, meg a robotikától kezdve, de ez az egyik olyan, amiben szerintem nagyon jó eredményeket érünk el. Tavaly például országosban két gyerekünk is volt, aki országos döntőben harmadik lett. Hát az idén nem tudjuk, hogy fog sikerülni, de nagyon bízunk benne, hogy innen azért nagyon sokan fognak tovább jutni a mi iskolánkból az országos döntőbe. Úgyhogy drukkolunk nekik, és hát nagyon várjuk az eredményeket. A korábbi siker adott hitet számukra, hogy gyakoroljanak, fejlődjenek, és idén is eljussanak az országos döntőbe. Civil szervezetek, egyesületek és baráti társaságok gyűltek össze Fonyódon, ahol 14. alkalommal szervezték meg a Kolbász Fesztivált. Volt, aki hagyományos, amíg a bátrabbak extrém fűszerezéssel készítették el az ételeket. Több ezer embert vonzott a háromnapos fesztivál.
Lázasan készülődtek a csapatok szombaton délelőtt a Fonyódi Kolbász Fesztiválra. Amíg az asszonyok kenték a mangalica zsíros kenyeret, addig az utolsó díszítő elemek is a helyükre kerültek a másik standnál. Ez a csapat Somogy túrból érkezett. Második alkalommal fogtak össze, hogy képviseljék az egyesületüket. Igazából a kolbász nekünk ugye az egy hagyományos fűszerezésű kolbász. A tavaly is azzal indultunk, most is így lesz. Hát a koncepciónk ez a hagyományos sonka, kolbász, tehát ezek a házi készítésű füstölt áruk, ezzel is pakoltunk ki, úgyhogy süteményebe is így gondolkodtunk, ott pedig rétest és hájast tésztát sütöttünk. A megmérettetésen idén először képviseltette magát siófoki csapat. Ennél a standnál is nagy hangsúlyt kapott a díszítés, bármint mondják, ők elsősorban azért érkeztek, hogy jól érezzék magukat. Legalább valakit a déli oldalt képviselje Siófokot is. Mi úgy gondoltuk, hogy talán méltók vagyunk erre, eljöttünk, a koncepciónk nagyon egyszerű, szeretnénk magunkat jól érezni, és megpróbáljuk egyenrangú félként venni ezt az egész napot, és rajtunk nem fog múlni sem a szórakozás, sem a vidámság, sem a kolbásztöltés. Az igazi csapatban mindenkinek megvolt a maga feladata. Mindenkinek ügyesnek érzi magát, a lányok tudnak díszíteni, a fiúk tudnak kínálni, a kolbásztöltésnél is meg lesz, hogy ki az, aki járatosabb, ki az, aki még kevésbé, és tulajdonképpen csapatként dolgozunk együtt. Három napon keresztül a hagyományőrzésé és a szórakozásé volt a főszerep Fonyódon, ahol immár 14. alkalommal szervezték meg a kolbászfesztivált. Egy disznóvágásból indult ki, és így nőtte ki magát, de igazából ez picit úgy érzem, hogy több, mint egy fesztivál, vagy más, mint egy fesztivál, mert ez jobbára a barátságról, a jó kedvről szól, az, hogy űzzük el a telet, és érezze jól magát mindenki. A rendezvény évről évre népszerűbb az egész országban. Azt mondhatjuk, hogy a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai eseménye ez, hiszen nem csak a fonyódiakat szólítja meg, hanem az egész Dunántúról, sőt az egész országból jönnek hozzánk ilyenkor erre a háromnapos eseményre. A három nap alatt közel 10 000 ember fordul meg ilyenkor településünkön. A háromnapos fesztiválon civil egyesületek és önkormányzatok is bemutatkoztak, emellett koncertekkel és kézművesekkel is várták a vendégeket. Jelmezek, jó hangulat, tánc és funk. Ez fogadta az alsó mocsoládiakat a hétvégén a településen működő idősek otthonában. Farsangi délután tartottak az intézményben, ahol gyerekek, fiatalok és a szépkorúak együtt töltették az időt. Jelmezét mutatja be ez a kislány alsó mocsoládon az idősek otthonában. Itt tartották hagyományos farsangi mulatságukat a községben élők. Azért különleges számunkra, hogy az alsó mocsoládiakat vendégül láthatjuk közöttünk, a gyerekeket és az idősebb korosztályt. Nagyon-nagyon fontos számunkra a hagyományőrzés, és ez különösen lényeges, hogy együtt tudjuk ezt most megélni közösen az alsó mocsoládiakkal. Az intézményvezető azt mondja, fontos a családias hangulat az otthon lakóinak és a településen élőknek is. A falu is, az idős otthon számára is nagyon lényeges, hogy családias idős otthon legyünk, ahol a gyerekek mindig részesei a mi programjainknak. Ezzel tudunk a mi időseinknek egy kicsit többet adni, kis pluszt adni és mosolyt varázsolni az ő arcukra. Egy tartalmas délutánt állítottak össze a szervezők február 10-ére az Észak-Baranyai településen. Az alapítvány Alsomó Családért, a Faluszépítő Egylet és az Őszifény Idősek Otthona, mint intézmény közös szervezésében az egész falut meghívva tart egy olyan délutánt, amikor kicsit kézműveskedünk, jól érezzük magunkat, eszünk farsangi fánkot, majd égetünk egy kis szebábot, ezután egy kis denés mulatsággal együtt mulatoznak a generációk, itt azért látszik, hogy gyermekek, a szüleik, nagyszülők, illetve az intézmény falai között élők együtt vannak ilyenkor. Hozunk egy kis vidámságot egymás életébe, és az estét azt pedig egy retrobulival fogjuk zárni, az már azért a felnőtt korosztálynak szól. Az idős otthon udvarán raktak mágiát és tették rá a kiszebábút. A zenés táncos mulatság sem maradhatott el délután. Az intézmény lakói, az alsó mocsoládiak, idősek, fiatalok együtt táncoltak a farsangi bágyukon. Végül mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Záhonyi gazdatüntetés. Tolna vármegyei mezőgazdasági termelők demonstráltak. Farsang. Jelmezbe öltöztek az alsós diákok Bonyhádon.
a szerelem ünnepe, Valentin napi szokások. Itt a Farsang, játszóházzal és programokkal is várta az érdeklődőket a Babits Mihály Kulturális Központ. Szerdán napos, száraz idő valószínű, gyenge légmozgással. Délelőtt foltokban előfordul a párásság, napközben pedig átmeneti, mérsékelt felhősödések zavarhatják meg itt-ott a napsütést. Említést érdemlő csapadék nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!